Kedves nézőink, a következőkben egy stúdióbeszélgetést láthatnak Pfaff Péter vízilabdaedzővel. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Pfaff Pétert, a Cápa Vízilabda Klub elnökét. Kezdődik a bajnokság. Milyen reményekkel vágtok bele az idei szezonba? Én is köszöntöm a kedves nézőket. Hát ebben a szezonban gyakorlatilag kettő korcsoportban neveztünk a dunántúli bajnokság versenykiírásaiban. Az ifis erdülő korosztály összevonva képviselteti magát Ajka színeiben, valamint a gyermek A korosztályban versenyzünk, ez a 2001-es és fiatalabb születésű játékosok. A cél jelen esetben, a reális cél a mezőnynek a közepén, 4.-5. hely környékére tehető mindkét csapattal. Nyilván még az ifjúság is a serdülő összevont, ez még csak 24-én fog elindulni, úgyhogy minden akkor fog kiderülni, hogyha megvolt az első forduló, akkor tudjuk felmérni az erőviszonyokat, hogy körülbelül hol állunk most. Az első fordulón már az egyik korcsoport túl van. Mi volt a mérkőzés eredmény, és milyen érzésekkel jöttek ki a gyerekek a vízből? Egy kicsit vegyes érzésekkel, ugye az első találkozót Győr ellen játszottuk, ahol 13-2 arányban sikerült nyernünk. Én igazából ettől a mérkőzéstől tartottam jobban látatlanba. Ezt nagyon ügyesen lehozták a gyerekek, ezt a mérkőzést. Aztán következett egy fél óra pihenővel, tehát nem is volt meccs közte. Ilyenkor kettő találkozót játszottunk egymás után. És Bécs csapatát kellett volna legyőznünk. Ugye korábban már találkoztunk velük, és olyan tapasztalataink voltak, hogy meg tudjuk ezt a mérkőzést nyerni. Aztán végül is úgy alakult a találkozó, hogy kikaptunk tőlük, méghozzá egy 10 gólos különbséggel 15-5 arányba, de aztán, mint kiderült, ez a Bécs már nem az a Bécs, akivel korábban találkoztunk, úgyhogy szerb, horvát és KSI nevelésű játékosokkal erősítettek, mióta nem láttuk őket, úgyhogy innentől kezdve már érthető ugye az eredmény. De ettől függetlenül a gyerekek nagyon szépen és ügyesen helytáltak. Hát szinte már egy éve nincs Ajkán úszoda, és utaznotok kell. Hogyan sikerült venni ezt az akadályt, mennyire nehéz, vagy mennyire tudjátok egyáltalán a felkészülést ilyen körülmények között megoldani? Igen, elég nehéz a helyzet, nyilván azért, mert utaznunk kell, és a gyerekeknek egy plusz áldozata leve az, hogy az utazás egy-egy órát elvesz a délutánjukból. Az edzéseinket Fűzfőn tartjuk jelenleg heti 3 alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken. A jó az, hogy ugye ott van egy csapat, ami a korosztályukban szintén versenyez, és gyakorlatilag versenykörülményeket tudunk nekik teremteni minden egyes edzés alkalmával, de ettől függetlenül mégsem igazi a helyzet, mert gyakorlatilag kétszer ennyi edzés óra számra lenne szükségünk ahhoz, hogy igazán fejlődést tudjon felmutatni mind a kettő korosztályunk, aki jelenleg versenyez. Az utánpótlás nevelésbe is nagy energiát fektettek, hogyan zajlik most ez a projektetek? Így van, óvodás és első osztályos gyerekek számára működik egy Ovipóló nevezetű programunk, amit jelenleg Ágoston Péter vezet. Jelenleg 35-40 fős létszámmal működik ez a program, ahol elsődleges cél az, hogy megszerettessék a gyerekekkel az úszoda közegét, megtanuljanak úszni, és lehetőleg megmaradjanak a vizes sportoknál, és reményeink szerint a vízilabdánál. És innentől kezdve alulról építkezve, ha már megvan az új úszodánk is, akkor új korcsoportokhoz bekapcsolódva a legkisebbekhez vízilabdázni be tudjuk őket kapcsolni. Ebben biztos nagy segítség lesz, hogyha megnyílik az úszoda, de a jelen helyzetben mennyire látod annak reális esélyét, hogy ezt a 4.-5. helyet meg tudjátok tartani, hiszen az előző szezonban ezen a helyen végeztetek, illetve mennyire lelkesek most a gyerekek, hogy még mindig ugyanaz a helyzet, és buszra kell szállni, és utána este 10 órakor érkeztek haza? Jelenleg azok a gyerekek, akik járnak, az elmondhatom már, hogy több éve vízilabdáznak nálunk. Egy nagyon jó közösség alakult ki, és nagyon szeretnek járni, azt vesszük észre. Tehát itt az 4.-5. hely megtartása egy abszolút reális cél. Előrelépni nagyon jelen helyzetben nem tudunk, csak akkor majd, hogyha az úszoda
állni fog. A két versenyző korosztályban a gyerekek most éppen milyen technikai felkészültségről tettek tanúbizonságot az első mérkőzésen, illetve ugye várjátok a következő korcsoportnál az első mérkőzést. Hogyan telt a nyár ennek függvényében? Nyáron ugye kaptak a gyerekek egy kis szünetet, valamint edzőtábor keretein belül próbáltunk napi két edzéssel készülni a elkövetkező megmérettetésekre. Gyakorlatilag erőlétben jelenleg ebben a bajnokságban a középmezőnynek megfelelő erőléttel rendelkezünk. Ugye a cél az lenne a későbbiekben, hogy ebben a dunántúli versenykiírásban majd valahol a dobogó első, második vagy harmadik fokán is álljanak az Ajkaiváros vízilabda csapatai. Ahhoz viszont mindenféleképpen szükség lesz arra, hogy nagyobb edzésszámmal működjünk. Hogy látod a gyerekeknek a vízilabdához való hozzáállását, hiszen említetted, hogy most már évek óta vízilabdáznak, jó összeszokott csapat, az ellenfelekkel már többször találkoztatok, hány csapat versenyez a dunántúli bajnokságban, és mennyit tudtok felkészülni az ő játékukból, vagy az ő vízilabda tudásukból? Itt azért évről évre változik mindenkinek az, hogy milyen játékerőt képvisel. Itt a dunántúli vízilabda bajnokságban korosztályonként gyakorlatilag 8 és 10 fő körékén tehető a csapatoknak a száma. Úgyhogy ez gyakorlatilag egy eléggé erős mezőnynek is mondható. Mindig, minden évben feltűnik egy-kettő olyan csapat, aki az országos vagy akár a Budapest bajnokság színvonalát is nagyon könnyedén megüti. Úgyhogy egyre színvonalasabb ez a dunántúli versenykiírás is. Ez számotokra azt jelenti, hogy most, amikor szeptemberben vízbe szálltatok, akkor egy nagyon hosszú szakasznak néztek elébe, ehhez nagyon sok sikert kívánunk nektek. Köszönjük szépen!